A háború. A háború nem változik. A világ vége szinte úgy következett be, mint ahogy megjósolták. Túl sok ember, túl kevés nyersanyag és munkahely. A földről csak nem eltűnt az élet. Hatalmas tisztító tűz, emberi kezekkel gyújtott atomszikra. Tűzeső esett az égből. A sugárzás hatására az emberek, akik nem tudtak lejutni a menedékekbe, elmutálódtak vagy elpusztultak. Az emberek föld alatti menedékekbe menekültek, és amikor kint kitisztult a környezet, feljöttek, és új életet kezdtek el alapítani. Gratulálok! Teljesítetted a próbák templomát. A sámán már vár. Isten hozott, kiválasztott. Mitől vagyok én kiválasztott? Teljesítetted a próbák templomát, ami még eddig senkinek sem sikerült, így te vagy a kiválasztott. És mint kiválasztott, mi a feladatom? Szeretnék neked egy feladatot adni. Mivel a terméseink elszáradtak, és élelmünk is kezd elfogyni. Kérlek, szerezd meg nekünk a gekket. Hogy mi az a gek? Az egy olyan mikrofúziós cellákból álló szerkezet, ami képes a kopásságba egy új életet létrehozni. A katasztrófa után ez az egy darab maradt. A katasztrófa előtt sok ezer darab volt, de a raktár felrobbanása miatt már csak egy maradt. Tudomásom szerint a Vault 15-ben még található, de ez nem biztos. De azért ott kezd el a keresést. Hírom a 15-ös menedéket. Tudomásom szerint Arroyótól nyugatra. De ne vesztegesd az időt, tudod, hogy fogytán van az élelmünk, csupán 5 napra elegendő. 7 nap múlva, ha nem érsz vissza a gekkel, a falu elveszett. 7 nap? 7 nap alatt a menedéket sem találom meg. Dehogy nem. Marad még nekem régebről egy pibbolyom, ami segítségével meg tud találni a Vault 15-öt, és minden értékes információt raktározni tudsz benne. Na de elég a csevegésből. Indulj, mert fogytál az élelmünk. Várj! Vidd magaddal ezt a kezdetleges védőoltatot. Rendben, mester. Nem fog bennem csalódni. Sok szerencsét kívánok. Sok szerencsét kiválasztott. Köszönöm, emberek. Nem fogok csalódást okozni. Az Isten volt ez.
Mi a fene ez? Később talán még használt vehetem. Átvertéltem, ocsok! Hol van a cucc, amit megrendeltem? De még nem jött meg az áru. Láttam, hogy komolyan szállít a fegyverboltba, hogy ne azdultit nekem! Ne bántjátok ezt az embert, mit tartott ő nektek? Mert tartozik, és nem akar bevallani, hogy hazudik. De én mondtam, hogy még nem jött meg az áru. De ebből elég! Nyírd ki, Brian! Ezt nem engedhetem. Disznó! Ó, köszönöm. Köszönöm. Hogy hálhatnám meg ezt neked? Tudod merre találom a 15-ös menedéket? Persze, hogy ne tudnám. Elvezetlek oda. Rendben, akkor indulhatunk is. Hé, te! Még társam volt benne. Csak így a pár! Hol van, aki választott? Nem mondok semmit! Hol a gép? Titkot magammal viszem a sűrbe! Öld meg! Menjünk! Tessék, ezt tedd el, erre már nincs szükségem. Köszönöm. Na itt is lennénk. Ez lenne. Ez a 15-ös menedék. Igen, a robbanás után csak ennyi maradt belőle. Jaj, értem. Megnézzük, mi van benne? Persze, hátrébb megtalálom, amit eddig kerestem. Várj! Fegyveredet add ide. Itt van egy érzékelő, és jobb, ha nem mész be a fegyvereddel, mert különben meghalsz. Rendben, köszönöm, hogy szóltál. Nem sokára visszajövök. Légy szíves, várj meg. Rendben. De szánalmas bolond! Hé, hey, Vince, mit csinálsz? Mi ez? Az istenit. Ez meg mi? Ez Skynet biztonsági rendszer. Gekkeresése. Ki lehet az a Frank Harrigan? Ronzva. A rendszer lekapcsolt. Fenébe. Végre megtaláltam.
az utolsó működőképes élet. Most már megmenekült. Lássuk, mi van még itt. Ennek még használat leszem. Nyitással. Rendben. Viszt a szemét állat, ezt én megköszönöm, hogy csak találjanak meg. Eléggé kevesen vannak. Jó. Jó. Tehát, elsőnek átmutatjuk a falut, aztán meg megsemmisítjük. Érthető voltam? Igen is, uram! Hát akkor indulás. Végezzem bele. Igen. Álljanak meg, mi árakban? Ne! Igen. Szeretségtelen. Uram! Igen? Egy vénember. Hallgassa ki! Igen. Hol van a kiválasztott? Hol van a kiválasztott? Uram, ez a vénember meg se szólal. Ölje meg! Igen is! Jól van, menjünk! Fiam, egy gránátod be, aztán meg oda. Igen, is van. Helyezd el. Várjon már. Jó öreg gránát. Futás! Mi volt az a robbanás? Semmi. Te ebből a faluból vagy? Igen, Árujóból. Úristen! Tovább! Isten! Hisz ez az egyik falubeli. Mi történhetett?
valami hasznot veszem. Hová lett mindenki? Elhelyezem a gekket a próbák templomában. Mi történt? De jó Isten! Istenem, hisz itt mindenki halott. Elkéstél, kiválasztott. Szuli, te hogy vagy élsz? Mi történt? Jönni nagy fekete ember, fegyverével megölni mindenkit. Ki tette? Lenni egy tip. Frank Harrigan, nem árul. Frank Harrigan. A nevet én már hallottam valahol. Ám megvan a 15-ös menedékben, a számítógépről. Lenni hatalmas hadvezér, ne várul. Szuli, lenne kedved velem tartani? Kezekkel. Én nyugalom, békés szándékkal jöttem, csak ne várót keresem. Elnézést, csak ugye mostában sok erre felé a posztogató. Miért akar Navarróba menni? Van egy kis elintézni való. Jó, de tudja, a Navarró egyedül nagyon veszélyes környék. Ha gondolja, elkísérem. Hálás lennék érte. Valamit hallok. Szerintem jöjjön fel. Hogy katonák voltak. Kövessük őket. Elvezetni minket oda. Érzem, hogy követnek minket. Igen, én is észrevettem. Újjunk el. Csináljunk velük! Vigyük el Frank Harriganhez. Hé, ez a Navarro új mesterlövész. Azt mondjuk az a Navarrói vadember, az a kiválasztott vagy kicsoda. Na jó, vigyük őket a főnökhöz. Érkezett valami adás! Milyen adás? Mondtam adás! Megértette? Érkezett valami adás! Ó,
volt valami. Mi? Mondja már meg, mi volt? Idióta! Főnök! Jól van, katona? Figyeljen! Tűnjön a lágba! Hülyezik! Maga használhatatlan! Takarodni! Na, mozgás, mi van már? Mozogj már! A... Tűnjél! Na! Rodi! Uram! Ezek kicsodák? Az erdőben találtuk őket. Minket követtek. Igen? Ő a kiválasztott. Hol a gek? Tőlem soha nem tudod meg! Ez lenne az? Ez a kis nyomvat? Patkány? Igen, uram. Maga katona! Hol a ruhája? Ugyan hol lenne? Mi az, hogy hol van? Azonnal vegye fel a ruháját! Ott a ruhája látja, vegye fel! Fegyverét így itt hagyja! Mondják maga ezt, szerencsétlen! Haszomba, bazd meg! Ez is a maga hibája! Amíg a visszajövök, az összes információt tudni akarom! És voltam látni őket! Érthető voltam? Igen is, uram! Igen is, uram! Azért! Baszom ki van ezzel az emberrel. Mi történt itt? Vissza rohadék, átvertél! Kiválasztott, most meghal! Nem hinném én azt! Szemét mit tettél a falummal? Az falu? Az egy szar söpörék hely! Mit ártott neked a népem? Sok minden! Sok szar porony! De szemét, ő nem ártott el az embereimmel! Megöltem őket, ahogy te a falumat! Igen? Te most megfizet mindenért, amit tettél! Nem szégyeld magad! De most fogja tettni, megfizet! Na, no, fegy velem, nézd nézd! Igen? Megint azzal? Most pedig megfizett a személy. Örülnél mi? Hol egy fegyve? Igen? Figyelmet keresel, mi? Kis mocsok! Emberek! Segítsetek! Mi ez? Szét az minden! Mi ez a személy? Tudja! Szerencséd a tűzben! Gáltunk itt a napokkal! Gyere! Hova mész?
miért? Végett a szemét állat. Mit akarsz? Te vagy. Ki van? Te vagy. Te nem is mocskos. Te a fiú vagy, te szemét. Hogy mi? Megölted az apa. Hogy mi? Te vagy az apám. Én az ölembe. Ez hogy történhetett? De jó ég, mit tettem? Hol a testvér? Ki ő, apám, ki ő? Elfutott. Most hagyj magamra! Hagyj magamra, te szemét! Az Istenért, mit tettem? Az emberiség hatalmas fejlődésre tett szert a GEC segítségével. A földnevezeti bolygó 2035-re majdnem teljesen visszaépült. Igaz, még mindig voltak rossz emberek és elzűrött városok, de a kiválasztott mindent elkövet egy jobb világért. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give, a kiss to build a dream of.